Január 28-a péntek van, a heti kihívásunk a következőképpen szól. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy a gyakorlásunk során a próbálkozásokkor nekifutások előtt 10 másodperc szünetet, csöndet tartsunk. Biztos veletek is volt már olyan, hogy valami gyakorláskor otthon tök jól ment, stabilnak tűnt, nyugodt voltál benne, ügyesen ment, és amikor éles helyzetre került, és odakor akkor lefagytál, leblokkoltál, nem sikerült, elrontottad, stb. 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 Ha valami gyakorláskor jól megy, de élesben váratlanul, teljesen logikátlan módon megbicsaklik, annak sokszor az lehet az oka, hogy a gyakorláskor, amikor otthon vagy teljesen lazán, teljesen nyugodtan, tét nélkül, akkor egy csomó mindent nem tudatosít tudatosítasz, akár mozgásokat, új rendeket, különböző részleteket, technikai dolgokat, zenéi dolgokat, élesben pedig ezek az apró hiányosságok ugye kiütköznek. És ez a 10 másodpercet várok a próbálkozások előtt gyakorláskor című gyakorlat, ez pont erre jó, hogy egy kicsit az otthoni gyakorlásban is ki tudod próbálni, hogy aha, hogyha nem lendületből csinálom, akkor az most mennyire menne. És, és ha megpróbálsz így gyakorolni, akkor szerintem sokkal közelebb lesz a gyakorlás, akkor otthon nyújtott teljesítményed ahhoz a teljesítményhez, amit, amit egy éles szituációban le tudsz tenni az asztalra. Péntek van, fáradunk, közeledik a hétvége. Könnyű lenne azt mondani, hogy ma nem gyakorlunk, de, de erősek vagyunk, és, és ma is kézbe a hangszerünket. Hajrá!